1989. decembere felkészületlenül érte a romániai társadalmat. A diktatúra hamis egységbe, testi-lelki nyomorba kényszerítette az embereket. Csak abban volt különbség köztük, hogy ki milyen lehetőséget talál az túlélésre. A hirtelen jött szabadsággal a védtelen emberekben fellobbant, a generációkon át tabuként hordozott kérdések emléke is. István és Ciprián filozófia szakos hallgatók voltak, és egy közös kollégiumi szobában töltötték legszebb diák éveiket. Ezek varázsa elég erős volt ahhoz, hogy túltegyék magukat az élet mindennapi viszontagságain. Együtt tanultak, együtt szórakoztak, együtt próbálták értelmezni azt az értelmetlen világot, amelyben éltek. És nem volt idejük észrevenni, hogy csak felületesen ismerik egymást. Am petrecut 2 ani și mai bine. 89 előtt 2 évig szobatársa voltam Istvánnak a kollégiumban. Nagyon jó barátok voltunk. Mai napig is nyereségként könyvelem el az együtt töltött napokat. Csak azt nem értem, hogy történt, hogy eszünkbe sem jutott, hogy közöttünk tátong egy kérdéskör, ami tisztázatlan. O problemă care trebuie pusă. Sose dăteam fel magamnak azt a problémát, hogy a nemzetiségi probléma, tehát az én problémáim, az én kisebbségi problémáim érinthetik a román kollégáimat is. Habár annak idején, mikor bejutottam az egyetemre, jól tudtam, hogy csak románul fogok tanulni, éppen ennek az érdekében román kollégákkal akartam költözni a bentlakásban, hogy minél jobban sajátítsam a román nyelvet. De nem gondoltam, hogy az én problémám valamikor az ő problémájukká válhat. Ők legfeljebb megértően bólogattak, amikor oda kerültünk, hogy hát nézd, magyar iskolák sincsenek, és hát, hogy magyar helységneveket már ahol léteztek, azokat románul kell írni. Ők megértően bólogattak, de nem fogták fel lényegében, hogy milyen jelentősége van számomra. Úgy véltem, hogy akkoriban egy bizonyos felszabadulással ezek természetes módon fel fognak szabadulni. Ezek magától értetődő módon, úgy, ahogy megszűnnek bizonyos megaláztató helyzetek, ugyanez a helyzet számunkra is meg fog szűnni. Valahol az egészet úgy képzeltem, mint egy egységes prés, amely hogyha emelkedik, akkor egységesen emelkedik mindenki számára, sőt a sajátosságok is egyszer emelkednek ezzel. Mindenki ezt remélte 1989 végén, amikor az elsöpört diktatúra helyén teljes összefogás látszott kibontakozni. A 89-es események után az egység hangulatában föl sem merült bennem, elképzelni sem tudtam, hogy létezik kisebbségi kérdés. Hogy az itteni kisebbségben felvetődhet az, hogy visszaköveteljen bizonyos az idők folyamán elvesztett jogokat. Azt hiszem, István is került ezt a témát. István, de a magyar közösség többi tagjai is figyelmen kívül hagyták, hogy a diktatúra számunkra láthatatlanná tette a kisebbségi lét kérdéseit. A romániai kisebbség tagjai nem tárták fel a kérdést. Az iskoláitól megfosztott magyar kisebbség sérelmei nemzedékről nemzedékre öröklődtek. De erről nem lehetett beszélni. 1990 elején Erdélyben felszínre kerültek az addig elhallgatott kérdések. A magyar diákság tüntetni kezdett oktatási intézményei visszaállításáért. Az események sodrában István és Ciprián,
az egymás ellen tüntető csoportok vezérévé vált, anélkül, hogy erről beszéltek volna. E feszült hangulatban rajtuk is eluralkodtak a régi beidegződések, így István lett a magyar, és Ciprián a román. În acel moment, cred că era culmea răcerii, pentru că în acel moment chiar că vă consideram și pe voi, uite-te la, ăștia sunt românii aia care nu mă înțeleg, deci toți nimeni nu mai înțelege, nici vechii prieteni nu mă mai înțeleg, pentru că ei fac o contrademonstrație și nici nu m-au întrebat. Deci eu nu realizasem la acel moment că voi faceți de fapt exact același lucru care fac eu, care l-am făcut eu, într-un anume fel. Se întâlnă în mine acest sentiment, domnule, că aici noi avem pe dușman pe români, nu pe unii români, ci pe români. Acesta era un sentiment și de frustrare, că făceam prima dată o demonstrație de acest gen, nu știam ce se va întâmpla, și atunci s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat atât gumănești până la urma urmei. Dar nu știam exact ce se va întâmpla. Ma már tudjuk, hogy Marosvásárhely lett belőle. A vásárhelyi események és az ehhez kötődő személyes konfliktusuk kapcsán a fiúk rájöttek, hogy barátságuk nem válhat manipuláció áldozatává. Világossá vált számukra, hogy a múlt, ami bennük 1909. márciusában aktivizálódott, történelmi mércével mérve súlytalan, de a hatalom kezében elég erős fegyver volt ahhoz, hogy embertömegeket állítson szembe, személyes kapcsolatokat tegyen tönkre. Ez volt az első alkalom, amikor a fiúk szembe mertek nézni a múlttal, és rájöttek, hogy a románok és a magyarok egymás ellenuszítása régen bevált fegyver volt a diktatúra kiszolgálóinak kezében. Ugyanezt a fegyvert használta 1956-ban Erdélyben a hatalom. Ennek egyik áldozata volt Aurel Baghiu, akkori temesvári diák vezér. A börtönben tudtam meg azoktól, akiket jóval utánam tartóztattak le, hogy milyen lehetetlen hírek terjednek a magyar forradalomról, és rólunk, akik szolidarizálni akartunk a magyarországi eseményekkel. Emlékszem, egy öreg ember, akit Grebeniáknak hívtak, és aki csak azért tartóztattak le, mert kommentálta az eseményeket, szóval ő mesélte, hogy azt beszélik, Magyarországon azért fogtak fegyvert az emberek, hogy visszafoglalják Erdélyt. A börtönben magyar társaimtól hallottam, voltak ott diákok, tanárok egyaránt, mert nem csak egyetemistákat tartóztattak le 56-ban Kolozsvárot, hanem tanárokat, újságírókat is. A börtönben ismertem meg őket, szóval tőlük hallottam, személyesen Dávid Gyulától, jó barátomtól, hogy náluk a Magyar Egyetemen, a Bólyain, a magyarországi forradalom kezdete után megjelentek valami nagyon gyanús alakok. Szekusok lehettek, akik tökéletes magyarsággal arra figyelmeztették őket, hogy bárki jönne a román egyetemekről. Műegyetemről, orvosiról, hogy szolidaritásra szólítsa fel a diákokat, ezt meg ne tegyék, mert a szervezők csak provokálnak. Ca să-i ademenească într-o mișcare de solidaritate cu studenții din Ungaria, care începuseră revoluția. Ugyanezt mondták ezek a gengszter szekusok a román diákoknak is. Vigyázzatok, ha jönnek a magyar diákok, ne szövetkezzetek velük. Ne hagyják magukat félrevezetni, hiszen a magyarok Erdélyt akarják. Ca să vă solidarizați cu ceea ce se întâmplă în Ungaria, nu cumva să vă lăsați ademeniți, pentru că ungurii vor Ardealul. Alig egy néhány nappal a forradalom kitörése után a Bábes Egyetem akkori rektora Raluca Ripán egy gyűlésen már figyelmeztette a tanszemélyzetet, hogy ő intsék a diákokat, ne szolidarizáljanak a magyar forradalommal, mert hiszen a magyarok Erdélyt akarják. Ezzel párhuzamosan
történt egy kezdeményezés arra, hogy a két egyetem diákjai közösen vonuljanak ki az utcára a magyar forradalom melletti rokonszenv tüntetésre. Ennek a kezdeményezésnek akkor nagyon provokáció íze volt, hiszen az elképzelés szerint, a javaslat szerint a bolyaistáknak kellett volna az élen haladniuk, hiszen, mondta valaki, elsősorban a ti forradalmatok. Ezt az akciót aztán sikerült leállítanunk, amint később kiderült, valóban provokációról volt szó. Ettől függetlenül azonban a Bábes Egyetem diákjaival a kapcsolat az nem romlott, nem változott. Legfeljebb egy bizonyos fajta fenntartást éreztünk az ő részükről. Valahogy nem egészen értették, hát ez nem csoda, hiszen nem magukban voltak, sokan voltak, akik nem értették, hogy mi is történik, mi is folyik Magyarországon. A román nyelven olvasó és román nyelven rádiót hallgatók számára az információs források azok még megszűrtebbek voltak, még egyoldalúbbak, és majd csak a börtönben, amikor ezekkel a román diákokkal összekerültünk, és az eseményeket egyeztettük, visszapergettük, akkor sikerült egy csomó kérdést tisztázni. Az 1956-os őszi események, akkor mi még nem tudtuk, hamarosan egy nagy stratégia kiinduló pontját képezték a kommunista államhatalom részéről. Azután a megindult megtorlások és letartóztatások sorozata készítette elő a két egyetem egyesítését 1959-ben, majd utána a megkülönböztető kisebbségi politikát, amelyik a 1980-as évek homogenizálási és falurombolási tervében csúcsosodott ki. História, pe care noi cunoșteam, era istoria oficială impusă. Și de aceea orice astfel de incursiune în trecut ar fi putut deveni riscantă. De aceea preferam să renunțăm la partea de trecut, să trăim într-un prezent, să semnificăm, să încărcăm cu semnificații numai acele evenimente care ne priveau pe noi, care am simțit că singura posibilitate de a o depăși este pur și simplu să jucăm cu cărțile pe față, oarecum. A történelem fordulópontjain az Erdélyben együtt élő nemzetiségek majd minden alkalommal ellenséges táborba kerültek. Így a frontok átvonulása különböző irányú az etnikai emlékezetben, de nyomuk egyaránt kitörölhetetlen. Az 1940. szeptemberében Erdélybe bevonuló magyar csapatok egyik szakasza átment a szilágysági ördögkúton, románul Treznya. Itt koholt vádak alapján 86 embert végeztek ki, férfiakat, nőket, gyermekeket egyaránt. Számomra 1940. szeptember 9-e a tűz és a halál napja volt. Borzalmas nap volt, mert a háború az háború. Elmész és kész. Vagy győzöl, vagy nem. Vagy meghalsz, vagy életben maradsz. De itt bejöttek a házba, bejöttek és lelőttek. Láttunk egy motorkerékpárt két emberrel. A ruhájuk könyökig fel volt gyűrve, a kezük véres volt. Kérdezték apámtól, hogy román-e vagy magyar? Apám, aki addig bárki kérdezte, kitért a válasz elől, mondogatta, hogy ő magyar-román keverék, csak hogy hagyjanak békét, mert látva, hogy ezek hogy néznek ki, azt mondta, hogy magyarok vagyunk.
Ez hatásos volt, mert akkor felültek a motorra és elmentek. Akkor bejöttünk a faluba, ahol a sán szélén halott embereket láttunk. 86 halott volt. 86-an haltak meg úgy egy óra, másfél óra alatt. Nem hiszem, hogy időben több volt. 86 de morți a fost. Cam într-o oră, o oră jumate. Dar dacă a fost mai mult, nu a fost. Cam o oră, o oră. Én a dombon jöttem lefelé, ők egy egész egység, golyószórókkal velem szembe. Úgy egy patak mentén a dombon. Lőttek, lőttek, míg át nem ment egy golyó itni a kalapomat. És akkor nem tudtam, hogy mit csináljak. Hát nem tudtam, merre menni.